5 csapat részvételével zajlott a hagyományszerűen megrendezett Mikulás Kupa a dombóvári József Attila Általános Iskola tornatermében, ahol a fiúk igen komolyan vették a pályán töltött időt. 23. alkalommal rendeztük meg a Mikulás Kupát az idei évben, tavaly évben sajnos elmaradt. Örülünk, hogy ebben az évben ilyen nagy létszámmal részt tudtak venni a csapatok. Eddig mindig 3 korosztályban szerveztük a tornát. Sajnálatos módon lányok egyre kevesebben lettek, és az ő tornájuk elmaradt. A környező iskolák, települések iskolái, a városiskolái szoktak ezen a tornán részt venni. Tavaly évben az intézmény Bozsik program is elindult Dombováron, külön körzetet kaptunk, és próbáltuk összevonni az összes iskolát, óvodát egy ilyen kis rendezvény keretében. Bármilyen sportág nagyon fontos a gyerekek életében. Nagyon jó nevelő szerepe van, közösségben vesznek részt a gyerekek, szabálytudatukat nagyon jól fejleszti, és azt gondolom, hogy a mai világban nem a tablet, nem a számítógép elé töltik az életüket, hanem egy nagyon jó sportolási lehetőséggel töltik az időt, legyen az kosárlabda, kézilabda vagy labdarúgás. Én a labdarúgást mindenféleképpen pártolom, ez természetes dolog, de ha bármi más sportágra is mennek a gyerekek, azért is szívesen küldöm őket. Az iskolák fiúcsapatokkal érkeztek, akik közül többen is rendszeresen sportolnak szabad idejükben. Sajnálatos módon egyre kevesebb azok a gyereknek a létszáma, akik egyesületben játszanak, bármilyen sportágban, és ezért is szeretnénk kicsit népszerűsíteni a labdarúgást, hogy minél több gyereket tudjunk levonzani újra a futballpályákra. Nagyon-nagyon aktívak, ez látszik a mai tornán is, főleg ha végignézzük, hogy a csapatok között nagyon sok atléta, kosárlabdázó van, és nem csak labdarúgó. A szervező József Attila Általános Iskola 2 csapatán kívül Vásárosdombóról, a belvárosi és a Szent Orsolya Bencés Iskola Központ általános iskoláiból is érkeztek csapatok, hogy megmérkőzzenek egymással. Benedek hátvéd poszton játszott az iskola által szervezett Mikulás Kupa mérkőzéseken. Szerintem nagyon ügyes volt a csapat, jól játszottunk. Heti 3-szor szoktunk együtt edzeni, eltölt, hogy valamivel tudok sportolni, meg szeretem a focit. Áron védőként volt jelen a focipályán, ahol elmondása szerint azért akadtak olyan ellenfelek, akik megdolgoztatták. Valamelyik igen. De nem a legtöbb, de valamelyik erős volt. A József Attila Általános Iskola Mikulás Kupájának tétje az egészséges életmód felé terelgetés. A jó kedv és a szórakozás mellett természetesen az érmek és kupák voltak. Az első helyen a szervező iskola 2. foci csapata, a második az iskola központ, a harmadik a József Attila Általános Iskola 1. csapata, a negyedik a belvárosi, az ötödik helyen pedig a Vásárosdombói csapat végzett a hagyományőrző téli teremlabdarúgó tornán.